Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit holdnaptári évünk utolsó napján. Érdekes emlék jött Ildi bevezetője nyomán. A kapuja nincs átjáró. Szó szerint a nincs kapu. Úgy menny át azon, hogy nincs kapu. És az időélményehez, Korea 1994 december 31-e, pontosan 27 éve, ahol egy egész társadalom nem ünnepelte a karácsonyt és a szoláris, azaz napév szerinti új évet. Hagyesz a templom zentermének a kis erkéjein, ott néztük az előttünk elterülő tízmilliós város fényeit, hallgattuk a hangjait, és semmit nem tudtak arról, amit a nyugati féltek el, milliószoros nagyításban ünnepelt. Mi pedig a mai napig alig tanultuk meg, hogy mi a holdú év, mi a zsidó új év, a Mohamedán új év, a régi római birodalombeli Ab Urbe Kondita szerinti új év, és az igazi kérdés az, hogy mikor tudunk már végre a kezdet és végzet uraként, teremtőjeként viselkedni. Nem olyan uras dolog ez, mint ahogy képzeled. Inkább felelősség. Az, ahogy berendezzük a teret és az időt, eseményekkel, ünnepekkel, kötelezettségekkel, az fogja az életünket meghatározni. Mit ünneplünk, mit dolgozunk, hogyan alakítjuk ki -e a családi viszonyainkat, a társadalmi kötelékeket, ez adja az emberiség szövedékét. De ha nem jól rendezzük be a teret, az időt, a csoportot, a családot, akkor az egyén szenved, és ezt a szenvedést visszaadja. Nem tud más csinálni. Tehát mindaddig, amíg meg nem haladtuk a szenvedésünket, ameddig a szenvedés kezdetét és végét nem láttuk át, addig nem lehetünk urai, mert nem látjuk be, hogy mi teremtjük. A kettő között mélységes igazi alázatot és szerénységet parancsoló összefüggés van. Mindaddig, amíg nem látod át, hogy ez az élet azért ilyen, mert mi 7,9 milliárd homo sapiens ilyenné teszi, addig nem éred el azt, amit egy ember elérhet. Nem vetted birtokba az élet és halál nagy művét. Utasként viselkedsz, egy olyan járműben, ahol a vezető ülése a te nevedet viseli. Ahogy a templomi szabályok egyik költeményében olvashatod, az élet és halál nagy műve nem vár rád. Ha holnap meghalsz, milyen testet kapsz? Akik ma leszületnek, milyen testet kapnak? Nem, de mindenek fölött ez a legfontosabb. Idézet vége. És meg kell állapítanunk, hogy a világ nagy részének nem ez a fontos. Olyan felszínes, mulékony, feltételhez kötött dolgok fontosak, amelyek az ember életminőségét lerontják. Hatalmas kerülő utakra visszük magunkat és egymást azért, mert eltereljük a figyelmünket arról, hogy mi a fontos és így azt sem vesszük észre, hogy ki a fontos. A szellemi felnövekvés az az éretté válás. Az ezer és kész nagyon sok gyönyörű passzus és tanítás van, de a végén van a tíz nagy fogadalom, amely úgy indul, hogy fogadom, hogy emberi testben születek újra. Fogadom, hogy hamar megtalálom a tant. Fogadom, hogy hamar megtalálom a tanítót. Fogadom, hogy mindent megteszek az ösvényen. Fogadom, hogy elérem a felébredést. Fogadom, hogy önnön akaratomból segítek minden létezőt. Fogadom, hogy tartózkodom a tévutaktól, a helytelen gondolkodástól, a hamis azonosulástól, és ezt minden nap elmondjuk. Miért? Mert ez a fontos. Minden más a helyesen felfogott kezdetből és végből következik. Abból, hogy tapasztalod igazi önvalód, és ezáltal tudod, hogy ki vagy. Nincs kivétel. Emberi testbe születtünk, emberi énséggel bírunk, megvannak a kezdeti és végponti kérdéseink életről és halálról, születésről és megszűnésről. Ezeket a kérdéseket nem szabad véka alá rejteni, hogy majd valahogy csak lesz. Majd valahogy megoldódik. Honnan? Kitől? Miből? Ha te nem teszel erőfeszítést, gondolod, hogy mások ezt megteszik helyetted? Tehát, hogyha akarsz menni az úton, az csak a saját lábaddal teheted. Ha gondolkodni akarsz, az csak a saját elméddel teheted el akarod érni igazi önvalódat, az csak az illúziók feladása árán teheted. Semmi más nincs. Úgyhogy, ha ebben segíthetek bárkinek ma este, akkor tisztelettel várom a kérdéséteket. Mi van abban a helyzetben, hogyha valaki, egy igen hozzád közel álló személy, igen erős szeretted, szeretné, hogy az ő szemével láss, az ő lábával járj, az ő fülével haj, és hogyha esetleg ennek ellen mész, akkor különböző érzelmi zsarolás, érzelmi manipuláció és kontrollálás áldozatává tesz, és ezáltal hagyod magad áldozattá tenni. Hát elmondtál egy nagyon-nagyon szomorú eseménysort. Már az elsőnél meg kell, hogy állítsam ezt a spirált, és ilyenkor azt kell mondani, hogy igen, tudok a teszemeddel látni, mert együtt érzek veled. Tudok a lábaddal lépni, mert elvállalom azt, hogy megteszem, amit te még nem tettél meg. Mennyi időre szeretnéd? És akkor mond valamit. Fél óra, egy nap, egy hét. Akkor te meghajolsz előtte, és azt mondod, én ezt megteszem neked, meg tudod ígérni, hogy te ugyanezt megteszed nekem? Hogy egy hétig az én szememmel látsz, az én lábammal mész, az én szívemmel érzel. Te is ember vagy, nem csak én. Itt már kezd kiegyenlítődni a dolog. Legtöbbször az ilyen gyermeki, tudatban lévő emberek, azok visszariadnak a viszonosságtól. Nem mernek felnőni ehhez a feladathoz. itt már meg lehet állítani ezt a nagyon-nagyon szomorú lefelé görbülő spirált, ahol te nem tudsz jól kijönni belőle, de ő se csak ő azt hiszi, hogy uralkodik rajtad, mert te nem teljesítetted a kérését. Az alap az, hogy mindegyikünknek a buddha természete pontosan ugyanolyan. Mindegyikünknek pontosan ugyanakkora esélye van a megvilágosodás elérésére. Ezért sem és a karma törvénye miatt sem lehet mások terhét vinni. De segíthetsz másoknak vinni a sajátjukat, ez bőven elég. Hogy erre rájöjjön, néha egy kis oda-vissza, egy kis adok-kapok, az kell. Akkor kiderül, hogy ki kicsoda. Mert odáig is eljuthattak, hogy igen, én megeszem akkor a te ebédedet. Jól laktál? Egy Gyereknek feladata, hogy megegye az édesanyja ételét? Nem. Az előző kérdés, az két felnőttre vonatkozott. Tehát, hogyha most egy új kérdést nyitsz, a gyermek mindig az édesanyja által adott ételt eszi meg, de nem az édesanyjáét, a sajátját, hiszen azt megkapta. Jó? Emésztem még, köszönöm. Csak óvatosan. Jó. Egyéb kérdés? Nagyon szeretek segíteni másoknak, de ömlenek be minden csatornán a segítséget kérő családtagok, barátok, stb. És eljutottam arra a szintre, hogy azt látom, hogy maximum a példámmal tudok segíteni, mert nem azt kapják, amit elvárnak, hanem amire valóban szükségük lenne, de az nem kell. Akkor még több szenvedés lesz. Tehát a jó segítség az, amely a segítséget kérőt autonómá teszi, és előbb-utóbb eljut abba a pozícióba, hogy ő tudjon segítséget adni, így a probléma helyettől legyen a megoldás. Ezt az emberek a világnak ezen a fertáján nem szeretik. Több felelősséggel jár. És a szabadság és a felelősség közös asztalra való tétele, ez az egyik nagy megoldás. Mindenki szabad akar lenni, nagyon kevesen akarnak felelősséget vállalni. Ha a kettőt te egyben tudod láttatni az illetővel, akkor egy hatalmas lépést tettél, illetve vele megtétettél afelé, hogy ne panaszkodjon, ne várjon el, ne gondolja azt, hogy itt neki valami jár. Megszületett, oda, akkor úgy, ahogy hozta magával a karmáját, amit a környezete plusz és mínusz jelek formájában lereagált. Mi a dolga? Mi az útja? Hová megy? Miért? Ezekre a kérdésekre belül választ kell kapnia mindenkinek. Úgyhogy a szellemi önállóság, az autonóm étel, a törvény láttatása, az irány felvétele, ez nagyon fontos, nem is kerül ez sok időbe és energiába. Miért fáradunk ki bele? Az elhárító mechanizmusok miatt. A fal miatt. A fal mögül így kívánja a segítséget, de amikor te beadnád azt, amire szüksége van, na azt nem, mert nem elég édes. Nem tesz eléggé boldoggá. Úgyhogy innentől kezdve a nagy együttérzés, a nagy bátorság, és a nagy kérdés együtt járjon. Köszönöm. Szívesen. A déli szertartásunkról, a mondanál pár szót nekünk? Hogy miről szól, mert nem találtam belőle magyar fordítást, és kíváncsi lennék, hogy a jágcsenge konkrétan pontosan. A déli szertartás jelentése egy szóban ételfelajánlás minden érzékszerhez kötött, és ezen kötés fölötti lénynek. A lényege az az, amikor a végén elmondjuk, hogy felajánljuk mindezt, amit kaptunk a tíz világtáj összes buthájának, minden bölcsnek és szentnek, és a hat világ összes lényének. Ez a délinek a veleje. Ez a butha idejéből származik, amikor naponta egyszerettek, és az olyan dél körül volt. Reggel, úgy indult a gyakorlat után az élet, hogy elmentek koldulni. És a koldulás során begyűjtött élelmiszert, azt így egy nagy gyűjtőhelyre bevitték, felajánlották egy szertartás keretében az összes buthának, a arahatnak, aki épp a panteonban volt, és utána pedig megették a nagy részét. és ennek a szertartásnak különböző elemei vannak kultúránként, hagyományverziónként változó, de a mi ugye, kóreai hagyományunkban az ezerszem és kész készszótra, mint egy ilyen általános tanításgyűjtemény, ez az indító. ami templomunkban a surangama mantrát is elénekeljük, ami az egyik legfantasztikusabb tartalmú mantra, és utána pedig különböző rövidebb felajánló mantrák, védőistenség mantra és egyéb következik. Tehát a tíz világtáj összes buddháját, bótiszatváját, félistenét, istenségét, srávakát, a buthát, bótiszatvát, mindenkit körünkbe hívunk, hogy felajánlhassuk neki az étel látványát, illatát, magát azt a gesztust, amivel a látható és az érzékszer fölötti, közötti kapcsolatot megteremtjük, kinyitjuk ezeket a kapukat, azért, hogy a mi energiánk eltöltse azt a világot, vagy világrészt, és az a világrész, ami érzékszervekkel nem felfogható, ezt, amiben élünk, töltse el tisztassággal és energiával. Úgyhogy a szó szerinti fordítás az most másodlagos és mellékes. Páran tudjátok, hogy én 12 évig úgy énekeltem a nagy együttérzés, azaz Nila Kanta Dáranit, hogy segét fogalmam se volt a fordításáról. Egyszer csak Malajziában megtalálom. Ugrándozom boldogan, ugye? Körülbelül fél órát ott masíroztam a templom udvaron, és csak néztem, hogy az angol, a kínai, a szanszkrit, hogyan mennek át így egymásba, és hogy mi az eredeti, és mi a származtatott, és most ezt korábban hogy mondták? Tehát ilyenkor az elméd olyan tűzjáték formájában létezik, mint itt nem sok erre évfélkor a fél látóhatár. Ez elmúlt. Visszajöttem ide, ugyanolyan a nagy dárani, mint előtte, energetikában, érzetben, hatásban, csak ugye éhes disznó szemantikával álmodik, megkapta a jelentését az elme, és akkor boldog. Ez akkor is működik, ha nem tudod, akkor is működik, ha tudod. Úgyhogy csináljuk szépen, erőteljesen, harmonikusan, a déli éneklést lesz hatása. Szerintem már jó páran érzitek is, mert az egyik legparadoxabb tapasztalata a mantra során, hogy ilyen horrorisztikus képzetek jönnek föl az elmédbe, a tárháztudatodból, a megkülönböztető tudatodból, pont azok az akadályok, amelyek a mantra működésének a tükrében megjelennek. És hogyha a mantra az erősebb, akkor ez a karma múlik el, ha pedig abba hagyod a mantrát, akkor rádomlik mindaz, amit kifejtettél a bányában, de lusta voltál berakni a csillébe, és nem hordtad ki a napvilágra. És akkor rádomlik az egész. Úgyhogy, ha valaki esetleg nem érzi jól magát mantrázás közben, nyugi, el fog múlni. Hogyha valaki nagyon jól érzi magát mantrázás közben, nyugi, el fog múlni. Egyéb kérdés. A hamis ön azonosulásról szeretnék kérdezni, hogy hogy is működik -e ez. Ki vagy? A csend kevés. Hát nekem erről az a tapasztalatom, hogy van egy kis idő a. a... Nincs idő. Ki vagy? Én. Mi az az én? kétségek között hány ótsz? Igen. És itt van egy csomó hamis azonosulás, és nem tudsz belőlük választani. Igen. Valójában a kétségeid közepette, ezek a hamis azonosulások választanak téged. A korábbi szokások és korábbi karmák. Minél többet gondolkodsz róluk, annál erősebben kötődsz hozzájuk. Tehát ahhoz, hogy a hamis azonosulások megszűnjenek, vágd el a gondolkodást, tér vissza ebbe a pillanatba, tisztuljon le a tudatod, mint a tér, mint a tükör, és látod, hogy az égkék és a fűzöld. Amilyen egyszerűnek hangzik ez, pontosan olyan eszméletlen mennyiségű energiát kíván, hogy ezt megszerezd, megtartsd, és optimális esetben át is add. De ebbe több gondolat nem kell. Ez bőven elég. Minél többet gondolkodsz, Minél jobban azonosulsz a gondolkodásoddal, annál több hamis önképet teremtesz vele. Ezt onnan tudod, hogy neked egyre többször van igazad. Egyre többször érzed azt, hogy nekem most igazam van. Én ezt most jól mondtam. Tovább, a másik nem biztos, hogy ilyen jól mondta. Ő nem tudja olyan jól, mint én. És akkor szépen, fokozatosan kialakítjuk azt az illúziót, amelyben egyre jobban hiszünk. Meddig, amíg össze nem omlik. Az önképpen nem csak az a baj, hogy nem valós, hanem az a baj, hogy gyenge. Az illúziónak az a természete, hogy erősnek hisszük mindaddig, amíg be nem bizonyosodik, hogy gyenge. Válsághelyzetben Ekkor. És hogyha helyes az önképed, akkor az válsághelyzetben is kitart. Sőt, másoknak is menedéket tud adni. Nem hirtelen üvölt segítségért, mert minden összeomlott, hanem másoknak is segítséget tud adni, amikor összeomlás van. Innen tudod, hogy nem illuzórikus, hanem stabil onnan is egy teljesen véleményfüggetlen. Az illúzió állandóan külső megerősítést kíván. Folyamatosan mások véleményétől függsz, hogy te jó vagy, meg szép vagy, meg okos vagy, meg igaz vagy, meg céltudatos vagy, meg úgy egyébként is ettől leszel te jó ember, hogy téged millióan lájkolnak like a fácsén. Érted? Na most, amikor helyes önképpen rendelkezel, amikor helyes önképpen rendelkezel, akkor mindezek a vélemények lepattannak rólad, akár jó, akár rossz. A rosszat azt hamarabb el lehet hinni, mert ez legalább erőből van. A jóval vigyázz, mert valaki manipulál. Vigyázzunk. Tehát a helyes önkép, a helyes világkép, az hülyeség biztos. Ott nem kell erőködni, Ott az igazság talaján állsz, kapsz egy pofont, szépen fölállsz megint. Ennyire egyszerű. De ehhez az illúziókkal kell fizetni. Hamis önképeket be kell szántani. És ez nagyon nagy munka. Az ember annyira szereti magát valamilyen gyönyörű fényben látni. Hát nem kéne. Úgyhogy a kétségek között hányódó ember, az az illúziók rabja. Az igazság pillanatába visszatért ember úgy érzi, hogy szegényebb lett. De valójában elérte azt a teljességet, ahol a kevesebb a sokkal több. Jó? Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy az énekek során nagyon sok ilyen dalamtapadás marad a, a fülembe meg. A fületben. Igen. De akkor azt, a ki lehet azt ki lehet szedni? Azt gondoltam én is, de sajnos nem. Hát akkor máshol is tapad az, ugye? Igen, nem rú, csak a ruhámra, fülben. Hát hol? Mosásra is próbálkoztam, de nem. a vigyázunk, egy... az nem ez a cég. Mi nem mossuk ki innen, az egy másik sátor. Igen. Tapadjon az a dallam. Mi, mi a baj azzal? Hát az alvás a baj. Hogy nem nagyon hagy aludni, és azt szeretném kérdezni igazából, hogy a gyakorláskor lehet -e ezeket a részleteket az énekekből használni? Mantra lehet, viszont ha aludni szeretnél, akkor a mantrát fel kell váltani egy másikra. Jó éj, gyerekek, búcsúzik a füles mára. Tehát, hogyha megfelelő mantrát gyakorolsz, akkor el tudsz vele aludni. Így bizony, a puha ágyba. És hogyha figyeled még hozzá a lélegzetedet is, olyan gyorsan elalsz, hogy az valami hihetetlen. Na most, ha ez így nem megy, akkor el kell kezdeni számolni a csillagokat az égen. Hogyha felhős, akkor viszont 99-től visszafelé csak kilégzésre. Tehát biztos, hogy a 91 se éred el, és mint a mormota úgy fogsz aludni. Tehát relax. Tehát teljes nyugalom. Már alszom is, és akkor elindul az altatódal, a számolás, a légzés, figyelés, és nem akarod megoldani az összes problémádat épp aznap este. Hát az az egy problémám, hogy megy a dallam. Merre? Hát, körbe-körbe. Jó, azt kell szépen kiegyenesíteni, alvás irányba. Tiszta, föld, nyugalom. Fontos lenne meg tudnom, hogy mit jelent, hogy vagy, vagy nem használjuk. Hát, átok. hogyha itt ebben a templomban hallottad, akkor egyrészt elolvashatod a fordítások között, ha meg nem találod, akkor is elég veszélytelen. Ennyi, tessék figyelni, lélegezni, dúdolgatni, fülesezni és alszol. Ha pedig ez sem megy, akkor fizikailag úgy fáraszt ki magad, hogy mint a bicska, úgy roddja el össze. Oké? Okay? Az énekes könyv hátuljában Szungszenzen mesternek vannak ajánlásai, hogy hogyan érdemes hozzáállni a gyakorláshoz. Az első rögtön az, hogy határozd el, hogy eléred a felébredést. A szívszútrában pedig azt énekeljük, hogy nincs semmi, amit el kellene érni. Elhatározni pedig egóból tudok és saját döntésemből. Holt felkérlek ezt a paradoxot. Honnan jön ez a mondat? az énekes könyvből. Nem. Melyik mondat? Az, hogy egóból tudtál dönteni, az nincs az énekes könyvben benne. Az hol van? Ezt az egoitásod mondja, vagy a buddha természeted? Most hol volt? az egoitás. Hol volt a buddha természet? Csukd be azt a könyvet, mert nincs rá szükséged. Énekeljé, jó? Egyéb kérdés? Tessék. Szóval most egy istennő nem hagy engem nyugodni, de inkább mediterrán, mint keleti. Justícia. Szóval az a kérdésem, hogy ő miért vak, mit akarja el a szemét, és ez egy önként vállalt vakságe, vagy valaki, vagy valami akarja az ő látását. Vigyél neki virágot. Az Isten nők szeretik a virágot, és akkor rádnyitják a szemüket. Még nem vittél neki virágot. Még nem nyílt ki a szeme. Itt a házi feladat. Rendben van. Így teszek majd. Köszönöm. Szívesen. Arra szeretnélek kérni, hogy beszélj arról, hogy a csend tartása milyen módon támogatja vagy erősíti a gyakorlatot. Egyébként is. Ö lenne még egy másik kérdésem is. Szalad a kutya a csont után, hallgassál, hallgassá -e nagyon gyorsan. Sajnos kicsit absztrakt, nem feltétlenül személyes, de nagyon foglalkoztat. Akkor többe kerül. A szépségnek van-e szerepe a zen szempontjából, vagy az élet szempontjából, hogy mi mire való az életünkben? Van. <laughs> Mire való? Például fi figyelmet vonz. Ez a so sok szépség mind mire való. Vonza a figyelmet. Ö, arra is gondolok itt, hogy ugye van a belső tudati tér, és hogy van egy külső tér, és annak van egy fengsúlya. Hogy van-e szerepe annak, hogy milyen térben élünk, milyen tárgyakkal vesszük körbe magunkat? Az általános kérdések, és a terméketlen abstrakció poklában vagy, hogy szeretnél kijönni onnan? Ö, mondjuk tegyük fel úgy, hogy... Már nem jöttél ki. Hogy van egy szobám, és... Még mélyebbre mentél. <laughs> szóval én azt vettem észre, hogy nem mindegy, hogy milyen térben vagyok, befolyásolja a Alakul tudati működésemet. Bizony. Milyen tudatot szeretnél? Hát egy letisztult akkor tudatot. Akkor legyél tiszta térben. még törekszem rá. Örülök. Egyéb kérdés? Egy rövidebb nyári kiruccanás alkalmával külföldön látmentünk egy olyan zebrán, ami szivárvány színűre volt festve, és most kapott egy ilyen világatlaszt, amit tele van zászlókkal, és így feljött neki az emlék, és megkérdezte, hogy anya, akkor mi is az a szivárvány zászló, mert múltkor nem mondtad, és szerintem nem sikerült helyesen válaszolnom, mert rám nézett, ebből nem értettem semmit. És azt szeretném kérdezni, hogy hogyan válaszoljam ezt a kérdést meg neki úgy, hogy... Uh... Tényleg a kilenc éves lányod azt a kérdést tette föl, hogy mit jelent a szivárványos zászló? Igen. Jó, mondd el nekem a szivárvány színeit. Sárga, narancssárga, piros, zöld, kék, Ezt jelenti a szivárvány a zászló. És kész. Oké. Okay. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés. Létezik az, hogy minél többet gyakorolok, annál nagyobb önmeghaladásra van szükségem? Nem, nem létezik. Annál nagyobb hitre van szükséged. hitre. Mi az? Én a hitet gondolkodással azonosítom. Ez a baj. Ezért nehéz a praxis, mert a hitet gondolkodással azonosítod. A hit az innen jön. Ez megvan. Nincs. Különben nem kérdeznél. Jó, hogy kérdezel, de a hitet és a gondolkodást ne azonosít. Biciklivel nem jutsz el a holdra, de egy rakás pocsolya mellett elmész, ahol a hol tükröződik. Nem ugyanaz. Oké. Okay. Nem oké. Okay. <laughs> Következő kérdés. Még nem értem el a csendet, de már... Ugye milyen jó? Na folytasd! Már tapasztaltam, hogy milyen mérhetetlen ereje van. És egy ideje már azt is látom, hogy egy mondat vagy egy szó milyen hatással lehet, milyen szenvedést okozhat. Épp egy véleményemet osztottam csak meg, és pillanatokon belül kiderült, hogy az én véleményem csak olaj volt a tűzre, és feszültséget és fájdalmat okozott. De Józsi, ez teljesen lehetetlen, hogy egy csendet tartó elvonuláson te véleményt osszám meg valakivel? ez teljességgel elképzelhetetlen. Ja, nem is volt ilyen. És a kérdés az lenne, hogy honnan tudod, hogy mikor szólalj meg, míg nem látsz tisztán? Sehonnan. Amíg nem látsz tisztán, nem tudod, hogy mikor értékesebb az a csend, amit éppen megtörni készülsz, mint amit éppen mondani szeretnél. És akkor akkor soha senki ne is beszéljen, míg nem lett tisztelt. Egyre fényesebb a homlokod. Egyre egyenesebben nézel előre. Ez jó, gyakorolj tovább. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Mivel tudunk segíteni idős ismerőseink, rokonainkon, akik betegek? Ápold őket, végezd el a ház körüli teendőket, ne legyél helyettük beteg, hogyha olyan a kapcsolat, akkor kedvesen és igaz szóval kommunikálj velük. Ez rengeteget jelent. És légy mellettük félelem nélkül. Hát az ő félelmeiket csak a te félelem nélkülisége oldhatja, amely elsősorban a jelenlétből és egy belső munkából következhet, nem pedig a szavakból. Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy ö, miből és honnan tudom, hogy ö, megtaláltam a feladatomat, hogy tudom mi a dolgom, és hogy ö, Megtaláltam azt az utat, amit kerestem, hogy hol fejeződik be a keresés, és hol kezdődik valóban az út. Keresés ott fejeződik, vagy nincsenek kétségeid, csak megfontolásaid. Megjelenik az energia, megjelenik az akarat, megjelenik a hit. Ha jól válaszolod meg a nagy kérdést, az elvezet igazi önvalódhoz. Ha megvan a nagy bátorság, minden illúziót le tudsz küzdeni. És a hit az a tapasztalatból származik. És a hit az nem csak hegyeket mozgat, az téged is mozgat. Onnan veszed észre, hogy megjelent az az önálló akarat, erő, céltudatosság, amely nem önző, de mégis mozgat. Valahol önműködővé tesz téged, mint amikor végtelenre kötnek egy ciklust. Persze, hogy nem az, de úgy érződik. Ha nem találtad meg az utadat, akkor állandó kételkedés van, jobbra-balra nézegetés van, átgondolás van, kétségek között hányóc, és egyre több van belőle. Az út elején, amikor megvan, akkor ezek még úgy beszülemlenek. Ezért kell kitartás, elszegődés, elkötelezettség. A tanító, tanítás és tanítványi közösség befogadása az életedbe. És akkor ezek a hullámok előbb-utóbb átváltoznak egy erőmű turbinájává. És akkor csak lelőni lehet, de eltéríteni nem. Ezáltal is tudsz segíteni másoknak. Ezeket a hullámokat, amikről beszéltél, ezeket hogy lehet megszelídíteni? Hogy ne nem hekszíves. tudod megszelídíteni, de a pillanatnak a szörvdeszkájával Tudsz rajtuk néha siklani. Meglátod a napfényt, felkerülsz a hullám tarajára, aztán így egy kicsit a völgyében ott szépen siklasz, és utána pedig odavág a homokpadra úgy, ahogy kell. Aztán megint felállsz. És minél jobban szörfözöl, annál nagyobb hullámokat tudsz magad alatt úgy uh, látni és használni. Nem is gondoltad volna előtte, hogy az sikerülhet, de a hullámok nem lesznek szelidebbek, ez a világ, ez nem lesz jobb. Te változol. Te tudatosodsz. Te leszel erősebb. És akkor akik ott úszkálnak a vízben, és üvöltenek, hogy megfulladok, megfulladok, holott a lábuk rá van kötve a saját szörvdeszkájukra, csak nem veszik észre. Ha észreveszik, nem állnak rá. Meg lehet mutatni, hogy igen, lehet a pillanatban tiszta a tudattal jelen lenni. De ez a világ, ez nem lesz szelidebb. Nem lesz kedvesebb. Te lehetsz az. És ez az útonjárásnak az egyik velejárója. Köszönöm. Szívesen. Tehát létezik az, hogy minél többet gyakorlok, annál inkább azt érzem, hogy még több energiát kell tennem bele? Igen. Ez a te maximalizmusod, Anti, Istennek legyen hála. <laughs> Jó. Köszönöm. Szívesen. A világ egyébként teljesen elégedett és teljes. Az ember nem az. Tehát, hogyha ide visszatérsz a centerbe, egy év a pillanattal, akkor már csak benne kell maradni, és nem hagyni, hogy az elmét kivigyen onnan. Úgyhogy a gyakorlat az pontosan arra irányul, hogy az elme tevékenységét meg tud haladni. És mihelyt ez sikerül, az ég annyira kék lesz, és a fű annyira zöld lesz, a sára pocsolya annyira az lesz, amilyen leírhatatlan. És akkor nem érzed azt, hogy energiát kell belefektetni. Csak tedd. Jó? Egyéb kérdés? Nekem egy bulvár kérdésem van. Miért van hímezve a palásodra egy kacsa és egy nyúl? Kacsa, szerintem ez egy madár. Messziről kacsa. K közelről madár. És egy másik. A másikra mit mondtál? Egy nyúl. Nyúl, az igaz? Nyúl. Ez a Tégor rendnek a két jelképe. A madár az a transzcendens nézet, a meghaladó bölcsesség és a nyúl, idézem a rendfőnököt, Dzsongmészonyimot, a világi tanítványok szorgalma. Köszönöm. Vigyázz, ha ilyet veszel esetleg magadra, hatásos. Igen, tessék? Én azt szeretném kérdezni, hogy hagyhatunk valakit magára szeretettel? Lehet, csak nagyon sok munka. Láttál már töltényt, puska vagy kézi fegyver, történt? Igen. Oké. Okay. Ha magára hagyod, és így leteszed, történik vele valami? Nem. Nem. Hogyha beteszed a kamrába, kibiztosítod a fegyvert, elsütöd, elhagyja a csőszájféket, repül, az is magára van hagyva. De az egyik repül, a másik pedig ott áll az asztalon. Van különbség, ugye? Van. Akkor ezt nézd meg az adott helyzetben. Egy emberi kapcsolat sokkal bonyolultabb, mint egy lőfegyver. Nem mindegy, hogy valakit hogy hatsz magára. Megfelelő előkészítéssel, jó indulattal, szeretettel, irányba állítással. Így is lehet, hogy az, hogy nem érdekelsz. Úgy is lehet. Jó? Köszönöm szívesen. Egyéb kérdés? Az lenne a kérdés, hogy a belső gyermek, ha destruktív és mindent rongál, azt hogyan tudom? Nem a belső gyermek destruktív és rongál, hanem az infantilis karma, amit azzal azonosítasz. Fogjuk föl, hogy a belső gyermek az nem alibi, hogy infantilis módon viselkedjünk. Ez egy feldolgozatlan karma csomag, amiről beszélsz. Mit tudok vele kezdeni? Nőjön föl. Ha felnőhet, ha felnőhet, akkor az nem a belső gyermek. A belső gyermek mindig az marad. Ha felnőhet az a karma, akkor ez egy, egy visszamaradás, ennek felnőtték felnőtté kell lennie. Az is lesz. És mit tegyek érte? Mindent. Gyakorolj, tapasztalj, úgy segíts. Formáld át magad. Adsz valami útmutatót? Nem. <laughs> és a kérlek? Azért nem, mert akkor a belső gyermekednek én lennék az apja. És ezt nem vállalom el. A tanítás nem azt jelenti, hogy mindent a szádba Az azt jelenti, hogy irányt kapsz, és hogyha mész, akkor a tapasztalat fog téged nevelni és tanítani, nem az én szavaim. Ez az Jó. Nem jó, de jó, ha csinálod. Az lenne a kérdésem, hogy most mindegy, hány, mennyi ideig gyakoroltam, de az, hogy most per pillanat úgy érzem, hogy, hogy a gyakorlat eljutott egy száraz sivatagba, kiszáradt. Viszont gyönyörű kaktusz a sivatagban piros virággal. A szúr. Na és, az a sivatag gyermeke. Gondolt, hogy a az mindig ilyen kis kedves, simogatós, gügyögős, tetszetős babazsúr? Nem hinném. Nem, nem gondolom. Tapasztalom, hogy nem az. Igen, viszont ezt tesz felnőtté, és akkor ebből jön az igazi együttérzés, az őszinte kedvesség, a modorosság nélküli közvetlenség, amely nem modortalanság. Szungzenszimnak nagyon sok költeménye van. Van két sor, amit nem értettem évekig, sőt, akkor kezdtem el érteni, amikor tanítóvá váltam. Az ajtó előtt egy kölyök kutya nyöszörög. Ne öld meg kedvességgel. Látszik az, hogy mi van, hogyha csak kedves vagy egy kutyához. A fejedre nő. Fegyelmezetlen lesz. Minden baja lesz. Nem fog a világgal helyesen viszonyulni. Tehát a zen az azt jelenti, hogy felnőtté válsz szellemileg. És néha úgy érzed, hogy dzsungelben vagy, akkor az első két év az egy ilyen áthatolhatatlan dzsungel volt, és az egyetlen egy macsété, az ez volt. Aztán annyira sikeres lesz ez a vágókés, illúziókat többől, nem szoktad meg, hogy tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör állapotban is lehet lenni, és úgy tűnik, mintha sivatag lenne. Honnan tudod, hogy nem sivatag? Nincsenek benne déli bábok. A sivatagban rengeteg a déli báb. Mert a semmit nem bírjuk. De ha a teljességet összecseréljük a semmivel, az a legnagyobb hiba. A teljességben nincs hiány, tehát nem termelünk illúziókat. De a sivatagban, a semmiben, ott igen, az tele van déli bábbal, amit akarunk, de még sincs. Hát a képzettelen tudat, a tárgyatlan tudat, az nem a semmi. Az a teljességnek egy megnevezhetetlen tapasztalata, de nem szoktuk meg. Onnan tudod, hogy működik. Illúziók nélkül világosan, szótlanul, egyszerűen, megfelelő minőségekkel működik. A semmi az nem működik, a semmi az nihil, a semmi az az egyre növekvő űr, egyre nagyobb hiány, Úgyhogy örülök, hogy eljutottál ahhoz a képzettelen tudathoz, amelyből például a bevezetőd is származott. Ne félj tőle, mert pillanatokat kinő a dzsungel. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Amikor hazamegyek innen, a meglátott karma nagy része visszaszakad mindig a nyakamba. Ez miért van? Mert hazamentél. Világos, hogy ott vár, tehát a saját Jurassic Parkod, tehát ez a semmi gond, de már nem ezt meg annyira, és már nem annyira erős, mint korábban. És azért ennyi szervizelés még egy fiatal autónak se elég. Tehát ilyenkor, ha látod a gyakorlat hatását, azt a kontrasztot, ami a bent és a kint között van, egy szanga, meg a társadalom család adott része, amely rád e között van. Hát az a legtermészetesebb motiváció, hogy olyan, most már látom, mit hoztam az izsákban, milyen környezetben születtem. Egy picit jövök még gyakorolni, hogy ne legyen ez ennyire borzalmatos. Na ez a természetes motiváció, miért? Mert nem én mondtam. Erre te jöttél rá. És világos, hogy ott vár a karmát. Tehát, hogy szája, én hét évig voltam távol, itt várt a karánk, jól legyengülve, de itt vár, szája szépen, és nem tudsz mit csinálni, ami a hátizsákodban van, az akkor változik, hogyha leveszed, magad elé teszed, bizonyos dolgokat kiraksz, más dolgokat beraksz. Ez az egyetlen egy esélyed. De amíg élsz, addig van hátizsákod, és addig viszed. Ez az élet. A tartalma változhat, a ténye az nem. Egyéb kérdés? Említetted korábban, hogyha eljövünk egy elvonulásra, és esetleg itt kapunk valami muníciót a hétköznapokra, hogy az előbb-utóbb el fog fogyni, és hogy vissza kell jönnünk töltődni, hogy tovább tudjunk relatíve optimálisabban működni. Ez az elsőtől az utolsó szóig igaz, és mélységesen együtt érzek. Mi a kérdés? Hogy miért van ez így? Hogy hogy miért fogy el a víz a kulacsból, mert megittad. De nincs olyan, hogy nem fogy Nincs. Ami megtelik, az ki is ürül. Ez egy kondicionált lét. A darma energia az a legdrágább benne, mert az a nem duális energia. Az együttérzés a legkelendőbb, mindenkinek az kell. A bölcsesség, a nem dualisztikus alapú bölcsesség a legritkább, mint a gyémánt. Tehát világos, hogy ezt nagyon hamar lezabálja a külvilág. Pillanatok alatt. Miért? Mert ő maga nem termelte meg. És az egyetlen egy módszer az, hogy te magadban újra termeled, és reméled, nem nagyon, csak egy kicsit, hogy esetleg legalább a hozzád közel állók megfelelő kérdést tesznek fel, és ők is eljutnak oda, hogy magukból hozzák ki a legjobbat, és nem mástól várják el, hogy majd megkapja. Készen? Tehát ez egy végletekig externalizált világ. Mindent kívül keres. 99%-ban valamilyen érzékszervi hatásban akarja definiálni önmagát. És ennek az egyetlen egy útja, hogy egyszer csak úgy frusztrálódik, olyan kudarc van, hogy azt mondja, hogy köszönöm elég, és befelé fordítja az energiáját, és már nem elpusztítani akarja a világot vagy magát azért, mert valami nem sikerült. És amikor befelé fordul az energia, és belül keresi az utat, akkor nyílik az meg, hogy végre ő segítő lesz, és nem pedig pusztán a probléma. Tehát ne csodálkoz. Hiszen a legjobbat adod, hogy ezt veszik. És ezért merül ki ez az energia, és ezért kell újra termelni. Ha jól csinálod, akkor mások is ezt fogják tenni. Ha nem, akkor végképp kimerülsz, és ez nem érdekel. És akkor úgy mész a sárba, hogy tudod, hogy ott a gyöngy. És mégsem azt vetted fel. Úgy rosszabb. Tudod, hogy lehetséges, de nem csinálod, mert föladtad. Ez rosszabb, mintha el se kezdted volna. Úgyhogy óriási a felelőssége annak, aki a darma gyakorlatába fog, mert hogyha eljön és csinálja, akkor nagyon sok minden történhet, az viszont nem, hogy belül meg nem történtét tudod tenni. Mert a tapasztalata tiéd. Megcsináltad. többek közt ez is felnőtté tesz. Kinek van még kérdése? Hogyan tudom elmondani az édesapámnak, hogy szeretem? Szeretlek, apa. Ezt nem érti. Ha megölelem, azt már egy kicsit talán, de még az sem igazán. Úgy látom, hogy neki az a szeretet nyelve, hogyha azt csinálom, amit ő szeretne, de legalább, hogy segítem. Kettő nem ugyanaz, azt tudod. Uh -huh. Ne azt csináld, amit ő akar, hanem segítsd, ez az első, és itt az együttérző megkülönböztetésnek nagyon nagy helye van. Tehát, hogy apa, te azt hiszed, hogy valójában akkor szeretlek, ha azt csinálom, amit te akarsz. De felnőttem és most segítek neked szívesen, és utána mész tovább az úton, hogy de ha ez a segítség nem is kellene, én akkor is szeretlek. Ez egy hatalmas nagy munka. Olyan generációs különbségek vannak, hogy szinte áthidalhatatlannak tűnik. Nézd meg, hogy hol van a gyenge pont, és ott menj be kedvességgel és gyöngyegységgel. Általában spontán a legrútabból szoktuk kihasználni egymás gyenge pontjait. Gondolkodás nélkül. És pont ezt kell megváltoztatni, hogy végre hihető legyen az a szeretet, amiben annyiszor csalódtunk. Köszönöm. Szívesen. Utolsó kérdés. Én azzal kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy mennyire fogy és mennyire töltődik a darma energia, hogyha például rezikét lakunk a templomban, vagy kint lakunk a külvilágban, vagy táborra jövünk, vagy esetleg három vagy tíz naposra jövünk. Szerintem erre a kérdésre te már tudod a választ? Nem tudom, mert eddig folyamatosan itt voltam bent, mióta úgy Hát az elvonulás végén lesz a meglepetés, hogy kimész, és így pillanatokat lezabálja a világ. Egyszer Szungszánszonyom az egyik tanítványának szlovák illetőségű volt, fiatal szerzetesnő volt, azt mondta, szerzetesnő hazakéreckedett, valami négy év folyamatos kórei tartózkodás után, azt mondta, mehetsz, de két hétre van darma energiád és igaza volt. Utána elkezd inogni a tudat, elkezd hullámzani, elkezd dualizálni, elkezdi elhinni az illúzióit, bekoszolódik a tükör, elkezd vékonyodni, állóképessége csökken. Hát világos, hogy a reziknek a legjobb. Csak is. A bejárkálóknak szó-szó. Aki csak táborozni jön, az egy kis gyűszűből megkóstolta a hígvörös bort. Tehát ahhoz, hogy itt tapasztalás legyen, erőfeszítés kell, kitartás kell, elkötelezettség kell. Miért? Mert minden így működik. Most ez működjön, mert ez legyen pont könnyebb, mint minden más, nem hinném. Úgyhogy nézd meg, hogy kimész, a centrumod, a középpontod mennyire marad stabil, mennyire tudnak kihozni a sodrodból, provokálni, elhitetni veled dolgokat, akkor az a darma küzdelem az elveszett. Mennyire tudsz a botta belül ütni? Kívül marha könnyű. Belül. Visszahozni a tudatot a pillanatba, ismét letisztítani. A szemébe nézni valakinek, és tudod, hogy hazudik tudod, hogy nem hiheted el egyetlen szavát sem, mégis rá vagy utalva. Mégis együtt kell működni. Ezek a próbák. Aztán visszajössz és rájössz, Kóan interjú a világ legkönnyebb dolga. Nem tudom, boldog vagyok, senki nem macerál, visszaülök és nem tudom bizonyos szintű döntési helyzetek nagyon erős félelmeket tudnak generálni. Tényleg, mintha legalább az életem múlna azon, hogy hogyan fogok dönteni. És egyik este elalvás előtt feljött egy gyerekkori emlék egy szituációról, amiben olyan döntéshelyzetbe kerültem, amit én akkor tehát lehetetlennek éreztem, hogy helyesen döntsek. De döntöttem, és aztán a reakció, amit kaptam rá, az az csak tetrái lapáttal, tehát szinte a dupla traumának éltem meg, és én akkor éjszaka ezt, ezt újra éltem, mit tudok tenni, vagy mit kell még tennem, hogy ez, ez ne folytatódjon. Leborulás és mantra praxis. Eleinte erősebben föl fog jönni ez az emlék, mert végülis boldog, hogy tudatosíthattad, utána a praxisnak a nem duális tere az erősebb lesz, mint a polarizált emlék. Az emléknek a polaritása fog először megszűnni, aztán pedig az előfordulása. Onnan veszed észre, hogy energia szabadul föl. Tehát mindaz, amit lekötött az emlék, az energia föl szabadul. Van egy ilyen rövidebb, hosszabb szabadságérzés, és akkor jön a neheze, a választási lehetőséget megkapod, hogy újra teremted, vagy sem és akkor jól kell tudni dönteni, apró utalása helyes döntés felé, nem magadért dönts. Másnak fontos-e, vagy sem. Hiszen ha te meghaladtad, és az újra teremthetőség birtokában vagy, akkor neked szó szerint mindegy. Mert bármikor újra meghaladhatod, újra lebonthatod, újra teremtheted. Akkor már nem te vagy a fontos. És innentől kezdve vagy szabad attól az éntől, amely megteremtette a problémát, oda született ahova, olyan szülőket kapott, olyan környezetet, és amikor ettől az éntől megszabadultál, akkor vetted ki a probléma gyökerét. Hm. Okay. Akkor még van dolga, amiket köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Kis szilveszteri csemegét szeretnék kérni. Mi az, amit ott hagytál Kóreában a templomi szokásokat, és amit ott hagytál, azt miért hagytad ott? Nem emlékszem. A leborulást múltkor mondtad, hogy reggelente csináltatok 108 és hogy ez kötelező volt. Mert mit hát idézőjelben. Így ebben az értelemben? Nem, hát hogy, hogy az. Hát a forma mindig változik. A legfontosabb az, ami ott nyilvánvalóvá vált, és a mai napig igaz, a mai napig a gyakorlat alapja. És a tiszta tudatot azt az ember nem hagyja ott, azt növeli. A hozzávezető utat, a formát, a működést, azt. Változtatni kell egyszerűen azért, mert változnak a helyzetek, a generációk, a szemlélet. Én azt gondolom, hogy az egyik legszerencsésebb pillanat az volt az életemben, amikor Szumszenzen mester tanításával találkoztam. Mert azóta teljesen nyilvánvaló, hogy mi az irány. És kiderül, hogy ebbe az irányba úgy nagyjából minden belefér, ha elég őszinte vagy magadhoz ezt temézd meg. Mindegy, hogy milyen forma, milyen kultúra, milyen szokásrendszer. De tudsz-e, akarsz-e őszinte lenni önmagadhoz a meditáció és a mindennapi élet során? Ez az egy alapja, ez egy kapcsolatbeli intimitásnak az alapja. És ha ezt át tudtam hozni, akkor a részletek azok teljesen másodlagosak. És hidd el, hogy nem megy könnyen senkinek se, se neked, se nekem, se másnak. Olyan önvédelmi mechanizmusaink vannak, olyan berögzött mintázataink vannak, olyasféle félelmeink és reményeink vannak, amelyek nagyon-nagyon sokáig lassítanak, gátolnak az úton, mert nem mered elengedni, meghaladni őket. Nem mersz változni. Azt akarod, hogy neked így ebben az állapotodban legyen igazad, sikered, boldogságod, és nem veszed észre, hogy te vagy a legnagyobb akadály. Ez az önkép, amit viszel, a legnagyobb akadály. És hogyha ezt le tudod vetni, akkor könnyebbedsz meg, akkor leszel igazibb önmagad, az a személyiség, amelyik egy teljesen újra teremtett, tisztán, tudatosan vállalt valaki, na ezzel már lehetne kezdeni valamit. De a forma evolúciója, hát az annyi lépés volt, és annyi lépés lesz, én ezt már nem látom, mert tényleg kezdettelen és végtelen, mint az univerzum áramlása. Megköszönöm mindenkinek az ezévi, a múlt évi, a jövő év és a további gyakorlást, hogy együtt tesszük mindezt, és kívánom azt, hogy még sok évet együtt gyakoroljunk, érjük el a felébredést, és szabadítsuk meg minden lényt a szenvedéstől.